Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámon. A mai napon megkaptam a 1.8-as Kisporszkinak az újabb alkatrészeit, úgyhogy ezt most így unboxing videó keretein belül bemutatom. Bevezetésképpen egy-két infót megosztanék veletek, aztán megmutatom az alkatrészeket, és ha jut, marad egy kis idő, akkor átlapozom majd az újságokat is. De előtte nem húznám az időt, hanem rögtön ki is csomagolnám, hogy lássuk, miről van szó. Na, ha minden igaz, meg is vagyunk. A pákkamerát közben föl ne borítsuk. Itt a számla. Ugye most a 7-es, 8-as számokat kaptam meg. Ugye múlt hónapban bemutattam a 9-es, 10-es számot. Akkor azt írták, hogy most a 11-12-es szám fog következni, hát nem ez következett, hanem most a 17-es, 8-as. Szóval mindig van egy kis összevisszaság. Na akkor a 7-es szám. A 7-es számot azt tudom, hogy a motor hűtőrendszere található meg benne, a 8-as azt még nem tudom pontosan, az már most fog számomra is kiderülni. De van benne egy csipesz is. Na. Ugye múlt hónapban beszéltem arról, hogy lehet, hogy lemondom a sorozatot. Legfőképpen a lakókocsi miatt, ami nekem nem nagyon tetszik, de aztán menet közben kiderül számomra, hogy nem csak én vagyok így vele, hanem sokaknak nem tetszik. Fölhívtam a kiadót. Hát ugye szerintem már sokan tudjátok, meg én is tudtam, de azért tettem egy kísérletet, fölhívtam a kiadót, és megkérdeztem, hogy hát, hogy milyen sorrendben fognak jönni az alkatrészek, mert azon gondolkodtam, hogy ha megépítem a Kisporszkit, és hogyha utána a lakókocsi következik, akkor én a lakókocsit lemondom. De természetesen ezt nem lehet megtenni, mert hogy egy idő után majd keverve jönnek az alkatrészek, tehát hol a Kisporszki alkatrésze, hol a lakókocsi alkatrésze fog jönni. Úgyhogy megkérdeztem, hogy nincs-e valami mód, lehetőség, hogy külön választani, vagy akármi, és hát azt a választ kaptam, hogy sajnos nincs. Ezt a kiadó így találta ki, így álmodta meg, így alkotta meg. Sajnos ezt így kell, hát sajnos vagy nem sajnos, ezt így kell megépíteni, így kell elfogadni. Sokat tipróltam a lemondásán, de aztán úgy döntöttem, hogy mégsem mondom le, ha már belekezdtem. Mert hát a Kisporszkit, az, ugye, ahogy mondtam az előző videóban is, azt nagyon szeretném megépíteni. Lakókocsit nem annyira. Hát, hogy a kiadóban is elmondta az úriember, akivel beszéltem, hogy rengetegen megkeresték már őket ezzel a problémával, hogy sokan nem szeretnék megépíteni a lakókocsit, sokan lemondták volna, de hát sajnos ezt nem lehet ugye megtenni. Úgyhogy megyek tovább, építem tovább, aztán majd lesz, ami lesz.
Aztán a motorépítés, hát ugye a motorépítéssel kapcsolatban akarok még beszélni. Hát most megjött ugye 7-8-as szám, múlt hónapban megkaptam 9-10-es számot, ami a 9-es szám a karburátor és levegőszűrő ház volt, a 10-es szám a generátor, ventilátortárcsa és égszíj. Aztán az 5-ös, 6-os szám hiányzik még nekem, hát azt augusztusra ígérték, hogy talán augusztusra fog eljutni hozzám. Ugye az 5-ös számba forgattyúsház, 6-os számba sebességváltó, hát ez az egész annak az alapja, a motornak az alapja. Hát látom, hogy sokan már, sokaknak meg van építve a motor, hát én még sehol se állok fele. Még a 9-es, 10-es szám is, amit bemutattam, még az is ugyanúgy a nylonban van, ahogy bemutattam. Úgyhogy én arra gondoltam, hogyha meg lesz majd az 5-ös, 6-os szám, nem tudom, hogy mikor lesz belőle valami, ugye teljesen bizonytalan, mert most is ugye a 11-12-es számot ígérték, eljött 7-es, 8-as kaptam meg. Ugye a 11-es számban lesz majd a fűtőcső és a sebességváltó alkatrésze. Úgyhogy ha ezek az alkatrészek, tehát a 5-ös, 6-os, 7-es, 8, 9, 10, 11, ez így kompletten meg lesz egybe, majd akkor fogok nekiállni, és akkor szerelem össze a komplett motort. Azon még gondolkozok, hogy videó készüljön-e róla. Még ez még egyelőre terv, hogy készítenék róla egy videót, egy ilyen komplett motorépítős videót. Hát nem tudom, ha valaki kíváncsi rá, akit érdekel, az nyugodtan írja meg kommentbe. Hát most, ha augusztusban fog megjönni, akkor ebből a motorépítéses sztoriból ebből majd jön, augusztus-szeptember környékén lesz valami, úgyhogy még addig van egy kis időnk. Na és akkor nézzük is, akkor kibontom a 7-es. A 7-es számot. Ugye ebben található a motornak a hűtőrendszere. És jó erős nejlon. Na, nézzük, hogy mi található benne. Ebben a számban ugye a motor hűtőrendszerének alkatrészeit fogjuk összeszerelni. Mi található a csomagban? Azt mondja, a ventilátor takarólemez bal oldala. Igen, megvan a ventilátor takarólemez jobb oldala, ez a 7A, 7B. Itt alul az nylon alján megtalálható. Azt mondja, 7C ventilátor takarólemez fedele, ez a 7C, ez is itt van. A ventilátorcső bal oldala és a jobb oldala, tehát ez. És a csavarok. Hát akkor megvan benne minden. Ugye ez a... És akkor megnézzük a 8-asban, mi is látható pontosan. Igen, a szelepfedél és a gyújtógyertyák. Na, akkor kibontom ezt is. Megnézzük, hogy mi van benne, és akkor majd rátérünk magára az újságra, akit érdekel. Félretesszük a nejlont. Na! Kinyitom itt, hogy lássuk is, hogy mi van.
tehát szelepfedél és a gyújtó gyertyák. Mit láthatunk, azt mondja, hogy a 8A gyújtó szerkezet, ez a zöld kis bigyó a gyújtó szerkezet, 8B, 8C, igen, ez a kettő, ez mi ez? Azt mondja, hogy a nagy feszültségű kábel rögzítője, 1-es, 2-es, igen, tehát ezek. 8D nagy feszültségű kábelek, ez a két piros, nagy feszültségű kábel. 8F gyújtógyertyák. Ez a picike, ez a kettő gyújtógyertya. 8G olajbeöntő sapka. Ez lenne az olajbeöntő sapka. 8H szelepfedél. Valamint a csavarok, és egy darab csipesz. Ez jó ötlet, ez a csipesz. Legalább könnyebb lesz megfogni ezt a kis picike kis alkatrészeket. Nekem ez egyébként is egy kihívás lesz, én azért is mentem ebbe bele, mert megmondom őszintén, az én ujjaim annyira bénák az ilyen kis pici apró alkatrészekhez, hogy nagyon, de majd valahogy elboldogulunk vele. Na hát akkor ezeket félre rakom. Csak azt mondja, 11 percnél járunk, 12. Belelapozunk akkor a 7-es számba. Milyen kis autó látható benne. Majd olvashatunk, Austin A30 per A35, megbízható és tartós. Azt mondja, az Austin 7 volt az egyik legnépszerűbb brit jármű a két világháború között. A Ford T-hez hasonlóan a világot motorizáló autókhoz tartozott, a modell megfelelt a népszerű autókra vonatkozó követelményeknek, kicsi, egyszerű felépítésű, könnyen javítható és természetesen olcsó volt. Hát így láthatjuk az Austin 7-est. Amit 1922 és 39 között gyártottak. Szóval nem csak Nagy-Britániában gyártották, a németek BMW Dixi néven, franciák Rosengart és a japánok Nissan néven is gyártották. Aztán az Austin A30 kétségtelenül nagyon szerethető kinézettel rendelkezik, akár csak egy játékautó. De így néz ki a hűtőrács alakja. Megakadályozta, hogy az Austin A30-at vagy A35-öt összekeverhessük más autómárkákkal. Az biztos, hogy teljesen egyedi. Itt egy kombit láthatunk, A35 van, vagyis furgon. Ezek a kis szállítók tulajdonosaiknak, főként kisvállalkozóknak felbecsülhetetlen szolgálatot nyújtottak. Sok kis terautó hosszabb életkort élt meg, mint a tulajdonosa. Az igen. Itt is a vant láthatjuk, A30 kombi változatban, így néz ki. Kis csomagtér, kis hátsó ajtók, azt a benyomást keltik, hogy egy rakodásra alkalmatlan autóval van dolgunk. Mi sem lehetne ennél nagyobb tévedés, valójában a jármű csodálatosan megpakolható volt.
Aztán itt a jellegzetes Austin logó. Itt is a vánt láthatjuk, Austin A35, Estate, vagyis kombi az Egyesült Királyságban a motorizáció nagyjainak szentelt számtalan esemény egyikén. Aztán a következő oldalon azt mondja, a brit bogár, vagyis a Morris Minor komoly vetírtása volt az Austin A30-nak. Aztán itt lejjebb Austin A40 Farina. A nagyon modern kialakítás olyan mechanikát rejtett, amely a háború előtti időszakra emlékeztetett. A népszerű autó esetében azonban nem a modernségen volt a hangsúly, hanem az alacsony üzemeltetési költségen. Aztán itt van a műszaki adat. Na, elment a fókusz. Na, visszajött. Most megint él, nem talán. Így lassan végigviszem. Aki kíváncsi a műszaki adatokra, az el tudja olvasni. Aztán a továbbiakban már a szerelési útmutatót láthatjuk. Így néz ki, majd összeszerelve. Aztán itt a kis poszkiról olvashatunk egy keveset. Egy hótolót raktak elé. Érdekes, még ilyet nem láttam. A kis poszki tulajdonosok kreativitása nem ismer határokat, a kis autó számos különböző funkciót képes betölteni, amelyek közül a legpraktikusabb a hóekés megoldás. Sokan alakítják át az autót hókotrónak. Költségek alacsonyak és a haszna óriási. És itt egy 87-es kis paszkit láthatunk hókotróként átalakítva. Na itt a robbantott tábránk, a vezérműtengely és szelepek. Na, ez volt akkor az újság. Gyorsan megnézzük akkor a 8-as számot is, ebben a Simca 1000-es egy barátság története. Azt mondja, 1937 és 1951 között gyártott Simca 8 modell, a Fiat 508C hűmása volt. Itt láthatunk egy korabeli képet. Mielőtt 1961-ben bemutatták volna Simca 1000-et, a vállalat az Arrond A90 a képen modellt gyártotta, ez a felsőbb középosztálynak készült jármű volt, éppen miatt nem mindenki számára volt elérhető. Itt mit látunk? Az eredeti állapotban megőrzett Simca 1000-es. Valószínűleg soha nem újították fel. Erre utalnak a foltok és a kosz, amely éveken át rakodott le az első köténylemez krómozott szegélyein. A látszat ellenére ez jó jel, azt mutatja, hogy az autó nem szenvedett balesetet és nem is szedték szét. Itt hátulról a korai gyártás időszakából származó autó. Erre utalnak a kis méretek. Kisméretű kerekek, hátsó lámpák, ha szabadra engedjük fantáziánkat,
elképzelhetjük, hogy hogy nézne ki ez a jármű az utcáinkon. Aztán itt hátulról így nézett ki 1976-ban, napvilágot lát a címkő 1005. Hátul új négyszögletes lámpák jelentek meg, és máshogy helyezték el rajta a rendszámtábla megvilágítást is. Aztán itt két keréken, korabeli képen 1964-es Holland Grand Prix szünetében. Sajnos nem tudjuk, hogy a reklámszerződésnek vagy a jármű vezethetőségének köszönhetően döntöttek a Simca 1000 mellett. A Simca 1005 vagy 1006 változata. Amelyet 1976-ban kezdtek el gyártani, kisméretű kerek reflektorok helyét a nagy négyszögletű lámpák vették át, amelyek közé fekete műanyag rácsot szereltek fel. Ez a modernizációs eljárás furcsává tette az autó megjelenését, úgy tűnt, mint az első kör kötélylemezt a régebbi karosszériához rögzítették volna. Aztán itt a ritkán látható kúpé változat. Aztán itt a spanyol piacon a 900-as jelölésű Simca modell örvend a legnagyobb sikernek. A Simca 1000 komoly sikereket ért el Franciaországban és külföldön egyaránt. 62-ben a gyártás második évében 154.282 példányt gyártottak belőle. A 60-as, 70-es évek fordulóján évente több mint 100 000 Simca 1000 modellt adtak el. Ez a szám egészen 74-ig tartotta magát. Na itt is akkor végezetül a műszaki adatokat. Úgyhogy közelebbről megnézzük. Nem tudom, hogy kit érdekelnek a műszaki adatok, vagy... Na, elment a fókusz, úgy látszik szórakozik már megint. Na, aztán a szerelés útmutató, ugye. De így néz ki majd a végén a forgattyúsház. A szelepfedéllel és a gyújtógyertyákkal. Fókuszban a Kispolszki, itt egy lengyel Kispolszki, azt mondja, karácsonyfa tetején. Na, tüzelőanyag tartály és vezetékek itt a robbantott ábrán. És ugye a 9-es szám, amit bemutattam, a légszűrő és a karburátor, valamint a Nissan Figaro-ról lehet olvasni. Na hát ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogyha megtekintettétek. Ha tetszett, lájkoljátok, gondoljátok, iratkozzatok föl. Találkozunk majd a következő videóban. Sziasztok!